my lips feel big from the dip. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense, cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I ready, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear, damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash. Got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curb them all. 12 missed calls and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear I'm talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past up, but when I came for the breakfast, put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Gyerekek, egy végletekig izgalmas mérkőzés után van szerencsénk Sipso utánt készíteni. Ígérjük, nagyon keveset fogunk beszélni a mérkőzésről, de azért nyilván azt is szóba hozzuk, ha már lejátszottuk. Viszont egyre több ismerősöm kérdezgette, hogy mennyire lehet ezt a sportágat így komolyan venni, hogy ilyen dolog történik, hogy mi is történt, ha esetleg valaki kimaradt volna az elmúlt napokból. Hát keddeste kiderült, hogy a kameruniak úgymond utazási nehézségek miatt nem vesznek részt a magyarországi négyes tornán, és helyükre végül a britek ugrottak be. Vova egyébként, Golovin Vladimir kapitány, szerintem tökéletesen megfogalmazta már az elvárást, ne történjen sérülés, és reményeim szerint nem történt. A többit meg nyilvánvalóan megoldottuk simán. Szóval mi sem vettük teljesen komolyan a mérkőzést, a borítónkat, ha valaki látta, és hát hallottuk és olvastuk, hogy többeknek tetszett. Milyennek a története, Krisztián? Hát majd egyébként Viktoré volt a végleges ötlet, nagyon, nagyon agyaltunk azon, hogy ki legyen, mert ugye brit kézilabdázó hölgyet, különösen aki mások által is ismert, de igazából szerintem mondhatom azt, hogy általunk ismertet sem tudtunk volna megmutatni. És akkor gondoltunk egy olyan brit hölgyre alapvetően, akit mindenki ismer, felvetődött néhány ötlet, de aztán arra jöttünk rá, hogy erre a brit válogatottra talán a fekete lóval, a gyaloggalóból haj az leginkább. Ugye akinek már nem volt se keze, se lába, de akkor se adta fel. Hát körülbelül ennyi eséllyel érkeztek ők is erre a tornára az utolsó pillanatban. Igen, hát mondjuk kar nélkül nagyon nehéz kézilabdázni, viszont tehát ez ugye a fekete lovak szempontjából az volt a biztató, hogy ugye ő lépéshibát már nem tudott elkövetni az élete utolsó szakaszában. Tehát ez az egy előnye lehetett a brit csapatnak, hogy vannak dolgok, amiket még ők sem tudnak elkövetni. Hát például gyors támadást nem tudnak vezetni, ezt láttuk, meg gyorsan visszazárni nem tudnak, tehát egy csomó dolog hiányzik. De szerintem azért is jó választás ez a fekete lovag, mert a helyzet totális abszurditását és az IHF döntésének komolyan vehetetlenségét szerintem nagyon jól példázza. De nem tudom, hogy figyeltetek-e, de a meccs előtti interjúban Axnér, a svéd szövetségi kapitány beszélt róla, hogy ők már jártak így. Az előző olimpiai selejtezőben akkor viszont úgy döntött az IHF, hogy három csapat játssza le. Ugye akkor Senegál... nem döntött így, de akkor,
De akkor egyébként az volt az érdekes, mondjuk az egy covidos időszak volt, hogy a három selejtező csoport mindegyikében volt távolmaradó válogatott, a háromból kettő három csapatossá vált ezáltal, és a miénkbe hozták ugye be Kazaksztánt, Kína helye, a győri selejtezőre. Tehát, hogy már akkor is voltak ilyen jellegű problémák, de szerintem igaza van Viktornak, abszurd a döntés, a helyzet is, és az a nagy probléma, amit Andris mondott, hogy szerintem nagyon is komolyan vehető a sportág, de akik felületesen figyelik, vagy most éppen figyelik, mert olimpiai selejtező van, de amúgy nem, azok számára meg ez azt jelzi, hogy ez totál komolytalan. És itt van szerintem a legnagyobb gond. Mi örülhetünk annak, hogy a britek jöttek be, mert ez még kényelmesebb volt, mint Kamerun ellen, szépen lehetett forgatni a csapatot, mint kiderült, nem voltak olyanok, mint a paraguayiak a világbajnokságon, tehát nem kellett sérülés veszélytől tartani, nem csaptak oda, úgyhogy nekünk tök jó volt, csak semmi nem indokolta a jelenlétüket. Igen, hát nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy nem mindig figyel oda a világ közvéleménye a kézilabdára, sőt mondhatni azt, hogy ritkán. És ugye ezt az Európa-bajnokságon elmondtam a férfi EB után, hogy azért kellemetlen, ami ott történt az elődöntőben, amikor egy szabálytalan gólt adtak meg, és azzal a franciák ugye döntetlenre mentették a meccset a svédek ellen, és végül bejutottak a döntőbe, majd ők lettek az Európa-bajnokok, mert hát mit gondol az ember, aki csak ilyenkor néz kézilabdát, azt gondolja, hogy hát ebben a sportágban gyakorlatilag szabály ellenes cselekedettel el lehet érni, hogy te bejussál a döntőbe. Egy csapatot, amelyik végig vezetett egyébként, de a végére azért kiengedett, mindegy, az ki lehet akár ejteni is egy rossz játékvezetői döntéssel, holott van elvileg ugye videó visszanézési lehetőség, de azt akkor nem használták, és ugyanez az érzésem most is, hogy az, aki csak néha néz kézilabdát, mondjuk most azért, mert hogy szereti az olimpiát, és mondjuk kíváncsi rá, hogy hogy jutnak ki csapatok az olimpiára, vagy csak az eredményt követi, nem is nézi a mérkőzést, hanem csak megnézi az eredményt, az azt mondja, hogy hát ez mennyire komolytalan. Nem létezik. Hát itt 49-11, és ez még csak az első meccs, még a britek el fognak fáradni, az a hozzátenném. Tehát már most még megtörtént. De most még nem annyira fáradtak, tehát a meccs első felében nem voltak. A harmadik találkozóra vélhetően lépni sem fognak tudni. Ott csak az ellenfélen fog múlni, hogy akar-e 60 gólt lőni, meglátásom szerint. De tehát, nyilván nem ők a hibásak, tehát nyilván ők tök jó nem, hát nem. Nekik ez egy óriási lehetőség, tehát nekik ez egy nagy megtiszteltetés. Csak ugye egy olyan válogatottról beszélünk, azért azt szögezzük le, amely, remélem jól mondom és pontosan mondom, a londoni olimpia, tehát 2012 óta egyetlen egyszer szerepelt selejtezőben, vagy azóta talán kétszer, mindegy, a 23-as VB selejtező volt az elmúlt évtizedben az, amelyen szerepeltek, és a török válogatott 83-30-as összesítéssel búcsúztatta őket. Igen. Tehát, hogy én értem, hogy fel akarjuk zárkóztatni, de egy olyan csapatot, amely nem létezik valójában, hiszen nem indul ezeken a megmérettetéseken. Miért most is? Akkor itt elmondom, hogy mit mondott a britek szövetségi kapitánya. Büszkék vagyunk arra, még a meccs előtt nyilván, hogy bennünk, mint fejlődő nemzetben bíznak, és részt veszünk ezen a versenyen, tehát fejlődő nemzetben bíznak, mi pedig kihasználjuk a lehetőséget, hogy felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot szerezzünk a kézilabda legmagasabb szintjén. A ez csapat így is van. Fiatal, tele van ígérettel, motivációval, ez hatalmas lehetőség lesz a fejlődés felgyorsítására. Izgatottak vagyunk a magyarországi kihívások előtt. Nyilván ezt mondja Mark Hawkins, nincs is ezzel semmi probléma, mondom, nem ők a hibásak, élnek a lehetőséggel, tanulni akarnak ebből. De, ahogy Viktor is mondja, és kíváncsi vagyok a nézőink véleményére is, ez eléggé komolytalanná tudja tenni az egész sportágat, akik azok számára szerintem, akik csak néha-néha pillantanak bele, már pedig vannak ilyen emberek, mondom, nekem is több ismerősöm, vagy akár innen a csatorna házatáról többen megkezdték, hogy ez meg mi a franc. Szóval, hogy ez egy érdekes történet, viszont ha már a fáradtság, akkor ha már itt vannak velünk a nézőink most is, és hálásak vagyunk érte, akkor Zalán írja, hogy a britek olyanok voltak, mintha már a bemutatásnál spóroltak volna, annyira lassan jöttek be, aztán 20 perc után el is fáradtak szegények, ennyit a fáradtságukról. Jó, de én akkor visszamennék az IHF döntésére megint. Tehát szerintem az egy elfogadható határozat lett volna, hogy miután Kamerun nem tud eljönni, és más afrikai ország sem, ugye nyilván egyébként azon az Afrika bajnokságon, ahonnan ide lehetett jutni, ott Kamerun mögött közvetlenül Kongó végzett. Egyébként egy olyan csapat, amelyik
egészen komolyan vehető kézilabda szempontjából, tehát főleg mondjuk a malátott britekhez képest. Tehát, hogyha nem tud Afrikából jönni csapat, akkor dönthettek volna szerintem úgy, hogy akkor ne jöjjön senki, tehát legyen három csapat, vagy dönthettek volna úgy, hogy azok a csapatok, amelyek épp hogy lemaradtak a selejtezőkről, azok közül jöjjön valaki. Ugye az olimpiai selejtező tornákra való kijutás szempontjából és az olimpiai kvalifikáció szempontjából a világbajnokság az, ami a legfontosabb, onnan lehet a legtöbb helyet megszerezni. Az lett volna a megoldás, hogy a világbajnokságon épp hogy lemaradt csapatot kérik fel. Ez a csapat, ez Románia. Na, akkor bocs, bocsánat. Folytatod. De azt nem, mert nem lehetett volna igazságos, a román vagy a horvát csapatot kapjuk negyediknek, kérdezi pont 111 Cselló, és én is ezen gondolkoztam, hogy akkor az szerintetek igazságos lett volna? Egyáltalán velük szemben igazságos lett volna, hogy kapnak, mit tudom én, bruttó 2 napot, hogy ideérjenek egy csapattal, egy de nekik ajándék válogatással? Lett volna, Andris. Tehát, hogyha azt akarja az IHF, hogy komolyan vegyék, akkor ezt a megoldást választhatta volna. És én a azért... három csapatra szavazok, mert ez visszaélésekre ad lehetőséget, én azt mondom. Tehát, hogy vannak olyan országok, ahol hát éppen csak létezik a kézilabda, de mégis valahogy ide keveredtek az olimpiai selejtezőre, és mondjuk lehetne őket ad abszurdum motiválni, hogy ne sikerüljön a vízumot elintézni, hogyha ilyen szituáció áll fenn egy gazdagabb szövetségnek. Szóval én Na jó, ezt de... így emiatt... Igen, de most, hogyha más kontinensről, tehát lehetett volna más kontinensről, hogy akkor egy ilyen feltörekvő olyan csapatot, amelyik létezik, legalább, mert a Nagy-Britannia csapata nem létezik, az most, amit láttunk, ennyi erővel egyébként Atlantis válogatottját is meghívhatták volna, elsüllyedt, de hát, ha van egy jó csapata. Tehát, hogy itt a dél-amerikai negyediket hívhatták volna el, mert ugye a Dél-Amerikából a harmadik is selejtezős Paraguay, azt hiszem, hogy talán Chile, de lehet, hogy Uruguay. Most azokkal az a baj, hogy azokat még nehezebb összeszedni, és mondjuk Dél-Amerikából ide se érnek. Afrika ugye kilőve, lehetett volna még talán Ázsiából megint egy Kazahsztán szintű csapatot, de amennyiben azt akarták volna, hogy komolyan lehessen venni őket, akkor szerintem a megoldás az, hogy a világbajnokságról jön valaki, és azért érdekes ez a döntés, ugye lehetett volna Románia, ők lettek volna az első választás a VB-ről, ha ők nem tudnak jönni, akkor Horvátország. Most ez a két csapat, azt azért elég könnyű belátni, hogy földrajzilag is viszonylag közel van, tehát Románia Debrecenhez iszonyatosan közel van, majdnem az összes játékosuk otthon játszik, ráadásul válogatott összetartás van mindenhol, tehát a Nagy-Britanniánál nem volt, ugye, mert neki nincs válogatottjuk, őket összerántották most, de igazából miután selejtezők voltak, és most nincsenek klub események, ugyanúgy, ahogy a norvég válogatott Győrben edzőtáborozik, a legtöbb nemzeti csapat most is együtt van, csak nem játszik tétmeccseket. Tehát nyugodtan be lehetett volna rántani, és a svéd kapitány egyébként Axnér ebben a meccs előtt leadott nyilatkozatában erről is beszélt, hogy ő azért örül annak, hogy nem a románokat vagy a horvátokat hát, hozták mint ide, ahogy mi is. Mi, ahogy mi is örülünk neki, de a kézilabda sporták szempontjából az sokkal elfogadhatóbb lett volna kifele, ha egy beugró válogatott szoros meccseket játszik az ellenfelekkel, és nem kikap 40 gólokkal. Nyilván Ehhez egyébként Mohai képest... Bencének volt egy ilyen felvetése a felvezetésben, hogyha ezt hallottátok, hogy mi hogy éreznénk magukat a helyükben, és teljesen igaza van, szerintem. Tehát, hogy mi nagyon ki lennénk borulva, hogy nem ránk gondoltak, hanem egy olyan válogatottra, amely nem is tudom, mióta nem játszott mérkőzést. Mondom én még egyszer, hogy oké, a briteknek nincs itt a helyük, de én annak örülök, hogy más sincs itt helyettük. Ugye ez az IHF-nek a végrehajtó bizottság, amelyik a döntést hozza, és szerintem elég érdekes ebből a szempontból, hogy kik alkotják, ugye ebben 5 ember van benne, az egyik az elnök, Hassan Mustafa, és akkor ami szerintem érdekesebb, hogy van benne egy román tag, Lecusano, aki ugye eléggé jó játékos is volt, sokszoros válogatott, egy svéd, ugye, Anna Rapp, ugye azért érdekes, mert a svédek is itt vannak ebben a csoportban, és egy francia tag, aki mondjuk az olimpia szempontjából nézhetné, tehát nekik nagyjából ez az érdekük, illetve az a Táborszki, aki cseh delegát, és aki itt van ezen a versenyen most a helyszínen, Magyarországon. De ők hozták meg 5-en a döntést, nem tudom, hogy milyen szavazati arányjal, de azt szerintem egy eléggé kuncogás a
okot adó indoklás, hogy most ők a valamelyik fejlődő, felzárkózó országot akarják helyzetbe hozni, ugyanis ez ugyanaz, mint amikor az utánpótlás tornákon nagyon megvernek rendszeresen egy csapatot, ezzel nem lehet fejlődni, hogy téged 40 góllal megvernek. Hát ezt nekem senki nem mondja. Én nem láttam még olyat, akinek ne elment volna a kedve az egésztől. Mosolyogtak a végén a brit lányok. Hát legalább szabadságon vannak. Igen. Mert ugye a többségük vagy egyetemista, inkább egyetemisták, de szóval szerintem ez nagyon rossz képet mutat az egész IHF-ről, meg a kézilabdáról. Na ennyit erről, és nyilván picit beszélünk a lányok teljesítményéről is, meg a keretmenedzseléséről, csak annyit záró gondolatként, hogy én Hajlok Zoltán véleménye, ami a cseten így ír, hogy itt nem volt igazán jó döntés, talán még a három csapat lett volna tényleg a legjobb megoldás. Na, úgyhogy most... Nekünk viszont nem. Ez szerintem viszont a legrosszabb volt. Igen, viszont nekünk nem lett volna jó szerintem a három csapat, mert akkor ugye edzésből mentünk volna bele egyből a svédek elleni meccsbe, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nem lett volna. Ez jobb volt, mint egy edzés, így szépen lehet egy gyakorolni. Jobb volt, mint egy edzés? Hát más volt, inkább azt mondom. Tehát, tehát, hogy a közönség, a pálya, a körülmények most már ismerősek lesznek holnapra. Ez igaz. Szerintem ennyi. Jó, ennyi. De hogyha ezen a pályán edzett hűszereség. Volna a csapat egymás között, az abból a szempontból szerintem jobb lett volna, hogy egymás közötti játéknál nagyobb lendülettel kell megcsinálni a cselt, keményebb faltot kapsz, holnap meg úgy lépünk pályára a svédek ellen, hogy itt ilyen kis hát utánpótlás csapat szinten lévő kis együtteske próbált velünk szemben valamit csinálni. Mondjuk az irányítójuk például olyanokat a 7 a 6-nál, hogy ezt itt már elmondtam nektek adás előtt is, hogy nyilvánvaló, hogy egy U15-ös, U16-os csapatnál ez nem fordulhatott volna elő, mert a harmadik, negyedik ilyen hibájánál lecserélik, ő meg 7-8-at csinálhatott egymás után. Tehát nem tudom, hogy jó-e, vagy jobban fel lenne pörögve a magyar válogatott a holnapi meccse egy egymás közötti hajtós, kemény edzés után. Hát nekem azért ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, és azért én még egy-két dolgot elmondanék, mielőtt ti a keretmenedzselésről akartok beszélni, de hogy például én megrökönyödtem egy kicsit, amikor hallottam Golovin Vlagyimir nyilatkozatát a meccs előtt, hogy próbáltak videót szerezni. Tehát most a fotelmenedzsereket, akik nézték, azok tanúsíthatják, hogy én előre mondtam, hogy 50 körül fogunk lőni, ugye? De ez szerintem nem egy nagy truváj, hogy minek akarunk készülni egy ilyen csapat ellen, miért nem azt akarjuk, hogy mi mit akarunk játszani, hogy a saját játékunkat játsszuk. Miért akarunk mi videózni? Miért keres valaki hajnal 3-ig videókat egy nem létező az Atlantis válogatottjáról? Én azt gondolom egyébként, hogy ez a becsületes felkészülésnek egy ismérve lehet. Tehát, hogy ők azt akarták, hogy aztán rajtuk nem újjon semmi. Hát és nehogy ezen tudom, csúszunk el, hogy mindenki itt tudta, hogy nyerni fogunk, ők is tudták, csak szerintem, ha neki, ugye volt olyan mérkőzés fociban korábban, ami után azt mondták a játékosok, hogy hát nem nagyon készültek az ellenfélre, sok évvel ezelőtt. És aztán Andorra? Nem Andorra, még régebben, sokkal régebben. És az ellenfél, egy kis csapat megvert bennünket végül. Úgyhogy most nem gondolom, hogy itt ez előfordulhatott volna, csak hát azt mondom, hogy azért az nem állt sosem, hogyha láttad már őket. Hát én nem tudom, én abban nem öltem volna energiát, tehát hogy nem tudom, hogy hány stát. De a Szabi megírta a megfejtést, azért kellett a videó, Viktor, hogy a szekusok tudják, kiket kell beengedni. Hát most gondolj bele, azért le kellett őket csekkolni. Akkor egy fotóalbum is elég lett volna. Arra utalsz, hogy bőven elég lett volna a mi játékunkkal foglalkozni. Hát persze, tehát én nem tudom, ilyen csapat ellen totálisan nem értem egyébként, itt a kézilabdában sokat mozogva azért ismerek olyan edzőket, akik mindenki ellen készülnek, és nyilván lehet, hogy az edző szempontjából megnyugtató, hogy ő úgy érzi, hogy felkészült, és akkor kevésbé idegeskedik, ha beszerzett valamelyik stábtag egy videót. De hát most képzeljétek el, mondjuk nem tudom, hogy végül meg is nézték-e, vagy csak a beszerzés volt fontos, de hogyha megnézték ezeket a lányokat kézilabdázni a britektől, hát az most komolyan az a gyaloggalop. Tehát az a gyaloggalop, vagy a Brian élete. Tehát az annyira abszurd kategória, hogy most miből készülsz fel, hogy egyénileg mi az a nagy dolog, amit ez a Davis tud, vagy a Warren nevű beálló, aki
nél az van beírva, hogy az IKAST játékosa, de ugye nincsen benne az IKASTnak a 28-as BL keretében sem, nem tudom, hogy hol játszik, hogy játszik-e. Én utána néztem egy lánynak, a legidősebb hölgynek közülük, aki 24 éves, mert ugye gyakorlatilag az összes többi majdnem, hogy utánpótláskorú. Camilla Salter, ő a Frederikshavn IF csapatához van beírva, vagy ez van a neve mellé, ez ugye egy dán csapat. Amit találtam róla, az az, hogy U15-ben védett, mint focikapus a Frederikshavn IF-ben, és egyébként a foglalkozását is tudom, nem akarom kibeszélni a háta mögött, tehát, hogy ő igazából egy anyagmenedzser a MAN Energy Solution nevű vállalatnál, így van fent a LinkedIn-en, és a LinkedIn-en is megosztotta, hogy nagyon jó hír, hogy az IHF úgy döntött, hogy utazhat a brit Na csapat de az anyagbeszerző, nem? A Anyagbeszerző. Hát a holland anyagbeszerző férfi lehet válogatottba egyébként. is érkezett egy olyan kapus, ha emlékeztek, menet közben az a magyarországi EB-n volt beugróként, vagy egyel később. Szóval akinek Igen, szabadságot aki kellett jól kivenni, védett. aztán szenzációsan védett. Tehát, hogy van ilyen. Igen, hát. De várjál, szóval beszól a bobáiknak, de ő is utána nézett azért, érted, a csajoknak. A Egyébként az is LinkedIn-en, benne ki. Az a komoly. Nem, beírtam a nevét, és a LinkedIn-t adta ki, hogy itt található meg. És akkor gondoltam, hogy megnézem, meg ő játszott korábbi selejtezőkön Istán is. nem Mert néztél utánuk? Istán nem. Na, majd azt én. Jó, megyünk akkor viszont, ha, nem, ha megengeded a keret a miénkre, mert azt hiszem mindenki sokkal jobban izgat, és ha már a meccsöt mondtad, hogy Vova mit mondott, én meg arra figyeltem, hogy ugye azt emelte ki az egyik problémánk, hogy beállóban nagyon hullámzóan teljesítünk. Vannak olyan mérkőzéseink, hogy jól megy az azon a poszton szereplőknek, mint például az Európa kupában, a norvégok ellen, itthon és Svájccal szemben. Az osztrákok elleni múlt szombati utolsó találkozó speciális volt, mert ők nagyon figyelnek a beállósokra, viszont az elmozgásaikkal középen helyzetet teremtettek a többieknek. Szóval, hogy azt mondta, hogy a videózáson pontosítjuk a beállósok tennivalóját, hogy tisztában legyenek vele, mit várunk el tőlük a következő meccseken. A japánok például ugye egy fix ember, a japánoknál egy fix ember biztosítja az ellenfél beállóját, a hatékony megoldáshoz próbáljuk felhasználni az Ausztriával vívott találkozó tapasztalatait is. Hogy ti mikre figyeltetek, nyilván tudom, hogy ez még az edzőmeccsnek is rossz volt a mieinknél, mert Bovának nyilván voltak megfigyelései. Hát ilyen dolgokra, mint hogy a beálló játék milyen volt, szerintem nem. Tehát, hogy semmiféle következtetést ebből nem lehet levonni. Az biztos, hogy szélre, különösen jobb szélre sok labda ment le, azokat nagyon-nagyon jó százalékkal lőttük be. És egyébként meg tényleg volt olyan szakasz a mérkőzésnek a második félidőben, amikor úgy lőttük a gólokat, a 7-6 elleni játékuknál különösképpen, amikor a feleződések léptük át, tehát nem is lerohanás vagy gyors gólokat szereztünk, hanem üres kapuba lődöztük be a saját térfelünkről. Úgyhogy ezért is mondom, hogy inkább az volt a lényeg szerintem, vagy az lehetett egy célkitűzés, így előzetesen is erre gondoltam, hogy nagyon kevés gólon, tehát ilyen 10 gól körül tartsuk őket, hogy a védekezésünk feszessége az megmaradjon, bár ugye nem derült ki, hogy mennyire feszes ez a védekezés, mert annyira elkészültek rövid idő alatt az erejükkel, hogy az elején még viszonylag jól, gyorsan ment a labda, a lábuk már akkor sem volt nagyon gyors. De a szélre nem adtak le labdát, gyakorlatilag egyáltalán nem. A beállót nem nagyon tudták megjátszani, a másik félidőben volt talán egy vagy két eset, amikor igen. Kintről szegény Davisen kívül, aki pufogtatott, más nem nagyon próbálkozott hatékonyan, szóval nagyon sok fegyver nem volt náluk. Igen, hát szerintem ami fontos lett volna, azt ez ellen a csapat ellen nem lehetett igazából megcsinálni. Lehetett És hát modellezni. lehet, hogy valahogy meg lehetett volna, de ugye amivel gondunk volt a két Európa Kupa mérkőzésen, az egyrészt a beállójáték, másrészt a beállók elleni védekezés, ugye ez állandó kulcskérdés, és emellett pedig a távoli zónából való lövés, ami az osztrákok ellen már létezett, de ott sem azon a szinten, ahogy várhatóan szükségünk lesz rá mondjuk a svédek ellen, vagy ahogy azt használni lehetne Japán ellen, egy viszonylag alacsony csapat ellen, ott az átlövésekkel lehetne operálni. Ezen a mérkőzésen ebből nem kaptunk olyan nagyon sokat szintén. Azért, mert annyival egyszerűbb volt csomó más befejezés, de ha személyekre lebontjuk, akkor például ebből a szempontból egyáltalán nem megnyugtató az, hogy Kluivertnek a lövések nem mentek igazán, nem távoli lövések, hanem többnyire betörések voltak, amiket védett neki az egyébként nem olyan ügyetlen Stefanidis nevű kapus. Erre azt mondta Hornyák a közvetítésben, hogy inkább most.
pufogta Soros De ez nem zöld. így, Hát hogy ez... inkább most. Nem, Tehát, ez... hogy ez a... Én azt Nem, éreztem így van. inkább, hogy Én sem ott nagyon akartam akart felemelni a javítani, fejem. mert zavarta őt, hogy kihagyott egy-két zicsert, és akkor egyik hiba hozta a másikat, ami nem jó jel, de utána fel is írtam magamnak azt a labdaszerzést a második félidő elején, amitől fordulatot vártam, és azért úgy nagyjából ez be is következett. Tehát utána több labdaszerzése volt Kluivert Katrinnak, és ugyan tényleg volt számos rosszul sikerült befejezése, nagy hiba százalékkal lőtt összességében, de szerintem onnantól kezdve már úgy kiegyenesedett a befejezéseket tekintve is a játéka. Én azért gondolom, hogy ennek lehet valami jelentősége, mert ugye sokat beszélünk mindig az önbizalomról, meg hogy ugye előtte is hallottuk, hogy azért jobb, hogy az osztrákok elleni meccsből érkezünk ebbe bele, mint hogyha a norvég meccs lett volna később, mert ugye nem az az utolsó élmény. Most azért azt nem tudom, hogy ezen a mérkőzésen az önbizalom szempontjából lehetett-e nyerni, vagy csak veszíteni. Mert egy ilyen ellenfél ellen most bármi bejön, azt érzed, hogy igazából nincs is ellenállás, tehát még jó, hogy bejön. Viszont amikor meg nem jön be, akkor meg az lehet az érzésed, hogy úristen, hát ezek ellen nem jön be, akkor mi lesz a svédek ellen? Tehát én ettől félek egy picit, és az igazság az, hogy még Kluiber esetében kevésbé, de Kácsoron például azt láttam, hogy ő itt sem volt magabiztos. Na, Tehát akkor itt most is... a nézőink is ezt írják, és pont ezt akartam mondani, hogy egy kicsit beszéljünk azokról, akiknek lehet, hogy nem volt önbizalomnövelő ez a meccs. Kácsor már bántóan bizonytalan volt támadásban, írta Zalán, aztán pont így, amikor elkezdtetek erről a témáról beszélni, akkor írták, hogy Bordás még ezekkel a beállósokkal se bírt mindig, és visszalapozva azt is írták, hogy még ebbe a meccsbe is be tudott ugye úgy szállni, hogy az első megmozdulása egy 2 perc volt. Tehát Isten igazából Kácsorról még durvább komment is jött, azt írja valaki, hogy nem érti, hogy Kácsor Gréta mit keres a válogatottban, nem védekezik támadásban, lassú körülményes, el kéne köszönni tőle. Szóval, hogy nem mindenkinek sikerült még ezen a meccsen sem építkeznie? Kácsorról beszéltem éppen, hát az az igazság, hogy szerintem nem lehet kétségbe vonni, hogy Kácsornak az adottságai alapvetően megvannak ahhoz, hogy válogatott szinten kézilabdázzon, de hogy mi történik az ő játékában, hogy persze még mindig fiatal játékos, de már annyira nem, hogy ennyire hullámozzon a játékos játéka, mint amennyire, hogy ugye voltak a Debrecenben olyan BL meccsek egymás után, amikor ellenállhatatlan volt, de előtte is nagyon gyengén játszott, azóta is azt lehet érezni, hogy visszaesett, pedig ontotta a gólokat egyes BL meccseken, még nehéz ellenfelekkel szemben is. Úgyhogy én nem tudom, hogy vele mi van, viszont az adhat a játékosoknak egy pluszt, ami a helyszínnel is kapcsolatos, meg úgy tűnik, hogy az IHF is foglalkozott azzal, hogy visszatérjen ez az érzés, mert hogy ugye a magyar lányok egy jelentős része Golovin Vladimirral együtt itt a Phoenix csarnokban nyert 2018-ban junior VB-t. Ugye ezek közé a játékosok közé tartozik Kácsor is, akinek talán a helyszín is adhatna egy plusz lökést, meg hogy gyakorlatilag ugyanazokkal a társakkal szerepel egy csomószor. Mondjuk itt van Kluiber, Tóvizi, Pásztor, Faluvégi, Márton Gréta. Tehát, hogy ennek a társaságnak egy jelentős része azt együtt élte át, meg a padon is Pignicki, meg Golovin Vladimir. És hát akkor az IHF milyen kedves volt, hogy még elküldte ugyanazokat a játékvezetőket is, akik akkor a junior VB döntőt vezették. Sőt, ez az urugvái páros, a Szószáék, ezek 3 meccset fújtak akkor, a 3 legnehezebbet gyakorlatilag a magyar csapatnak. A Norvégia elleni csoportmeccset, a Románia elleni negyed döntőt és a Norvégia elleni döntőt. És most még ezek a bírók is itt vannak, tehát egyszerre minden adott. Szerintem valamelyest erre is építette fel a Magyar Kézilabda Szövetség is ezt a hétvégét, hogy ugye ugyanaz a társaság részben, ugyanazzal a kapitánnyal elérhet most már felnőttként egy nagy eredményt. Ha ez nem ad játékosoknak plusz önbizalmat meg lelki erőt, akkor ott már szerintem nagyon nehéz lesz hosszabb távon is segíteni. Na de akkor emeljük ki a jókat is, kiknek adhatott az önbizalmat, mert itt pont Zoli is írja, hogy szerinte azért nyertünk ezzel a meccsen önbizalom terén, és hát a szélsőinket ugye dicsérhetjük gyakorlatilag. Nyilván most nem kell ez a meccs után újra hangulatot teremteni, de az jó, hogy ők formában vannak. Igen, hát most csak gondoljunk Faluvégi Dorottyára, akit megválasztottak a meccs legjobbjának ott a helyszínen.
Tehát mind a mellett, hogy belődözte a helyzeteit, emlékeim szerint egytől egyig, de hogy változatosan lőtt, szerintem a számára ez egy kitűnő mérkőzés volt. Én azt is éreztem rajta, hogy nagyon jól koncentrált, összeszedett volt. Egyébként Papnikinél ugyanezt láttam védekezésben, ugye végén került csak támadásban a pályára. Azt néztem, hogy ki hány percet játszott, hogy ebből a szempontból mi lesz a leosztás. Én egyébként Kluiber Katrinon egy picit meglepődtem, és szerintem jó sokat töltött a pályán, de lehet, hogy Golovin Vladimirek ezt sokkal inkább mérték, mint azt én, vagy hogy én másképp satszolom, mint ahogy ők mérték, mert ugye őt az első félidőben azért a rövid oldalon tudtuk cserélni. Ez egy picit így nyilván nekem csalóka, de Pásztor Noémit, hogyha már visszatérünk az alapkérdéshez, mindenképpen érdemes megemlíteni, aki több pozícióban is védekezett, szerintem rendben volt, és tudott sok gólt lőni. Úgyhogy elsősorban ők. Szemerei Zsófinak nyilván nem voltak olyan nagyon nehéz lövések, amivel szembesülnie kellett, de nagyon jó százalékkal zárt, úgyhogy... Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy Papniki az, aki most már gyakorlatilag egyértelműen az első számú védőjátékosunk. Hát én védekezésben is nagyon erősnek látom őt. Nem ez alapján, a meccs alapján, mert most az, hogy itt erős volt, az egy dolog. De az osztrákok ellen is, még a visszarendeződésnél is kifejezetten, a norvégok ellen is, amennyire azon a mérkőzésen lehetett, mert az meg ugye a másik véglet volt. De ugyanakkor meg Bordást továbbra sem érzem, tehát ő gyakorlatilag, ahogy bejött a pályára, 2 percet kapott, az egyetlen 2 percet, és ő mellette került a legtisztábban az ígyszerbe, és lőtt gólt beálló itt a mérkőzés vége felé is. Szerintem többször is lemaradt a beállóról, amikor pedig olyan helyzetekben, amikor az ő feladata lett volna, úgyhogy az ő játékát én továbbra sem érzem és értem, remélem, hogy holnaptól majd fogom. A többieknél meg, hát ugye a szélsőink nagyon jó formában vannak, és én örülök neki, hogy most is a statisztika alapján 16 szélsőlövésünkből 14 gól lett. Tehát eleve nagyon magas számok, és iszonyatosan maradjon így. Magas százalék. Tehát ez nagyon fontos, és egyébként ez is ahhoz a trendhez tartozik, mert férfi válogatottnál, hogy amikor a statisztikákat csináltam az olimpiai selejtező után, akkor ugye ezt ott ki is mutattam, mint ábrászett, hogy mennyire eltolódtak a befejezéseink a szélek felé az előzőekhez képest. Na most a női kézilabda válogatottnál van ennek egy ilyen furcsa íve. Mégpedig az az ív, hogy Kim Rasmussennél a legerősebb játékunk az a szélső játék volt, világversenyről világversenyre, tehát azon az EB-n is, ahol végül is olyan helyen végeztünk, hogy annak köszönhetően utána ott lettünk az olimpiai tornán, a leégéssel végződő világbajnokságon is. A szélsőink voltak, akik viszonylag sokat is lőttek a többi ellenfélhez képest, és nagyon jó százalékban. Ez Golovin érkezésével abszolút visszaszorult, de Golovin Vladimir el is mondta, hogy ő az átlövő játékra nagyobb mértékben szeretne építeni. Ugyanakkor ez azt hiszem, hogy kudarcos irány volt, ezt abszolút be lehet látni. A lövőjátékunk az nem lett sokkal jobb, ha egyáltalán jobb lett, mint korábban volt. És az előző világversenyen, a világbajnokságon kezdte el Golovin Vladimir újra mondani, hogy többször kell lejátszanunk a labdákat a szélre, és ez meg is történt, és a szélsőink voltak olyan meccsek, ahol gyakorlatilag nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályt, és most azt látom, hogy most már a szélsőjáték legalább annyira domináns megint, mint Kim Rasmussennél volt. Tehát tettünk egy óriási kört, és visszaértünk ugyanoda. Hát a hegeli dialektika szerint ugye a spirálban visszaér az ember ugyanoda, vagy a fejlődés ugyanoda, csak egy magasabb szinten, tehát én abban bízom, hogy most még magasabb szinten jók a szélsőink, és akkor ez elég lehet a nagyobb meccseken is. Na Isten ments, hogy belecsúszunk majd a Svédország-Japán találkozóba, mert nyilván azt azért fontos lenne nekünk is látnunk, de még előtte annyi azért belefér, hogy nem tudom, olvastátok-e Pellinger Katalinnal az MKS szövetségben, mint alelnökével az interjút, mert hogy több dologra is kitért. Az egyiket, amit Viktor is említett, hogy ugye gyakorlatilag a junior VB előtti időszakban érzi ő egyébként a problémát, mert hogy ő szerinte két generáció gyakorlatilag kiesett, és ez még most is látszik a nemzeti csapaton.
Az ideális helyzet szerint az lenne, ha idősek és fiatalok együtt alkotnák a keretet, el kellene egy 30 év feletti sor, mint a francia, dán vagy norvég válogatottban, nálunk sajnos ilyen nincs, és ugye hozzátette, hogy a férfiaknál ugye vannak rutinos húzó emberek, akik rengeteget segítenek, a nőknél kevés ilyen van, annak viszont örül, hogy a fiatalok is felvállalják ezt a szerepet. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nincs a játékos a válogatottban, aki tudjátok, ez az igazi vezéregyéniség, és aki mindent megold, pedig néha ez is probléma lehet, mert ilyenkor mindenki kicsit hátrébb húzódik. Ő azt mondja, hogy azt látja, hogy nálunk eloszlanak a terhek. Ti mit gondoltok ezekről a gondolatokról? Hát itt a végén kezdeném, ennek lehet persze előnye, meg hátránya is. Tehát, hogyha ha van valaki, és mindent rátolnak a többiek, akkor az ellenfelek számára ez megkönnyíti adott esetben a védekezést bizonyos szituációkban. Másfelől meg nem biztos, hogy az a valaki mindent elbír Hát majd. mondjuk Bánhidi Bencénk, ha lenne a nőknél is, akkor nyilván rá külön figyelmet szentelnének nálunk. Amúgy ki az, akit így kiemelnétek? Kluiber? Egyébként talán? Talán ő, de én azt mondom egyébként, hogy ebben abszolút egyetértek, tehát hogy tényleg nincs most olyan, akire azt mondanád, hogy ő. De akad több olyan játékos, aki, sőt, hogyha végignézed a kezdősorunkat, azért Kluiber, Vámos, Kucora a belső posztokon mindannyian abszolút főszereplők a klubjukban. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy annak kell lenniük. Nem mindig sikerül, de hogy a törekvés megvan bennük is, meg a játék is rájuk épül nagyban, vagy sokszor. Úgyhogy azért van potenciál ilyen szempontból a csapatban, de nincs olyan, ez kétségtelen, aki úgy világklassz is, hogy hú, minden csapat rákészül, mi is rátoljuk a felelősség javát. De mondom, ennek én azt gondolom, hogyha úgy mindenki előmer lépni adott szituációban, akkor előnyét is láthatjuk majd. Ugye az, hogy mennyire fiatal a csapatunk, az most már elég sokat változott, mert ugye az idő telik. Tehát jelen pillanatban a válogatottunk 26 év átlag életkorú, és nagyon Tehát fiatal beszédes volt, játékosok. szabad ne feled, beszédes volt, hogy a közvetítésben is elhangzott, hogy 9 olyan játékosunk van a mostani keretben, aki ott volt a legutóbbi olimpiai selejtezőn, ami azért nem kevés. Igen, tehát ez már ad egy olyan alapot, amely tapasztalattal is rendelkezik, ráadásul meg kellene, hogy legyen az összeszokottság is. Én ezért voltam nagyon kritikus a múltkor az Európa vagy Eurókupa mérkőzések után a sok eladott labda kapcsán, mert hogy szerintem olyan játékosoknál, akik nagyon régóta játszanak együtt, és ugye többen utánpótlás válogatott koruktól, ott ez eléggé nehezen érthető, de hogy van Simon Petra, aki 19 éves van, Albek Anna, aki 22, ugye őt ma nem láttuk ezen a meccsen, a többiek mind 23 évesek vagy annál idősebbek, és azért ebben a keretben, a mostaniban is vannak olyan játékosok, akiket a kifejezetten rutinosak közé sorolhatunk, mert szerintem azért már a 27-28 éves játékosok azok már azok, és ilyenből van egy pár, és akkor még azt nem említem meg, hogy azért Golovin Vladimir nem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy abból a generációból válogasson, amelyik több tapasztalattal rendelkezik, és esetleg szintén válogatott szintű. Én nem akarom megint ezeket a neveket sorolni, de van Hát pár, a akik... kimaradt generációkból kettőben is játszott az általad sokszor emlegetett Tóth Gabi amúgy. Tehát az úgymond kimaradt generációkból, és ő ugye a főszereplő volt. Igen, igen, de hát most akkor megint el tudom mondani Planéta Simonettát, hogyha rutinosabb játékosról van szó, vagy ugye amikor nagyon jól ment Hámori Konszuélának, akkor őt is mondtam, hogy azért ő már egyébként a Kim Rasmussennel lejátszott világbajnokságon is ott volt a 35-ös keretben, Golovin Vladimirnál fel sem merül, hogy ott legyen. Tehát azért vannak olyan játékosok az idősebb korosztályban is, akik ott lehetnének és a rutinjukkal segíthetnének. Most arról nem is beszélve, hogy ugye ráadásul Zácsik Szandra vagy Kovacsics Anikó, akit ugye szemmel láthatóan még Golovin szeretne a válogatottban, hiszen mind a két játékost akkor is figyelembe vette a válogatott összetartásokon, amikor egyébként nem voltak bevethetőek a sérülésük miatt. Tehát vannak ilyen játékosok, nem maradtak ki teljesen ezek a generációk, és már a mostani ott lévő csapat sem annyira fiatal. Tehát én szerintem ezek most már lassan a kifogás kategóriába sorolandók, akkor is, hogyha persze vannak szerencsésebb
nemzetek ilyen szempontból, ahol a 26, 27, 28, 29 évesek között sorjáznak a világklasszisok. Olyan is van. Igen, abban igazatok kell, hogy adjak egyébként, hogy a húzó emberek közül azért a mezőnyjátékosokat tekintve, vagy a kapusokat azért vegyük külön ilyen szempontból, és különösen a belső posztokat tekintve 30 körüli vagy a fölötti játékost keveset találsz. Debreceni Krivinyi Kingát egyébként nem említettem meg a mai mérkőzésen, jó teljesítmény nyújtók között pedig kellett volna, tehát hogy aki önbizalmat meríthetett ebből, sok játékidőt kapott, ő mindenképpen ebbe a körbe tartozik. Na és akkor még Pellinger Katalin kapcsán, amit szeretnék, az nem más, mint amit mondott az ellenfelekről, nyilván Nagy-Britániát azt skippelném, viszont azt mondta, hogy a svédek ellen kiki meccset fogunk játszani. Ezt hogy látjátok? Ha így van, én annak örülni fogok. De azért hazai pályán így kéne, hogy legyen, őszintén szólva. Igen, tehát a svédek jobbak nálunk alapból, tehát hogyha a játékos állományt nézzük, vagy az előző időszak eredményeit, ugyanakkor szerintem az élcsapatok közül talán még a legkönnyebben megközelíthetők, mondjuk tehát a franciát, norvégot és a dánt erősebbnek gondolom a svéd csapatnál, de ez egy erős csapat, ugye már említettem, hogy nem lesz Lagerkvist, ami szerintem nekik egy eléggé fontos hiány, és hát nagyon nagy kérdés, hogy nekik milyen meccset kell most Japánnal játszani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt most nekik valószínűleg több energiájukba fog kerülni az, hogy ezt a mérkőzést lehozzák, mint amennyire nekünk, mert ez egy átmozgató edzéssel ért fel ez a britek elleni találkozó számunkra. Ugye a sorsolást is inkább, vagy a mérkőzések megrendezését is úgy rendezték el ezen a tornán, hogy kevésbé érdekelte a rendezőket, azaz Magyarországot, vagy a Magyar Kézilabda Szövetséget a jegybevétel, mint az, hogy többet pihenhessen a válogatott. Ugye mi kezdtünk, most később játszanak a svédek, könnyen elképzelhető, hogy több néző lett volna akkor, hogyha a magyar csapat játszik később, hiszen munkanap van, tehát 15 óra 30 percre csütörtökön kevesen tudnak oda menni. A Miklós írt, hogy nem nézett ki jól a csarnok, de igen. Nyilván azt is hozzátett, hogy várható volt. Az időpont, az ellenfél, még ha Kamerun lett volna is. Tehát én igen. Szerintem ez egy logikus döntés ebben a helyzetben. Egyébként még azt a kérdést fel lehet tenni ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk a nézők megvették a 6 és 13 ezer forint közötti napi jegyet mára, és... De amúgy nem tudom, hogy a rendezők hozzák a meccs sorrendet, abban azért kételkedem. De mindegy, nekünk jó így. Krisztián, hát a világversenyeken az szokott lenni, hogy ugye az erősebb, anyagilag erősebb, vagy televízió szempontjából erősebb csapat játszik este. Én nem hiszem, hogy Magyarország, amelyik sportdiplomáciában ott tart, hogy a harmadik számú csapata is BL-t játszik, az ne tudta volna elintézni egy hazai rendezésű meccsen, hogy az esti meccs az övé legyen. Tehát én azt gondolom, jó, hogy itt de inkább... valószínűleg okkal nem intézték akkor így, és talán... Igen, Nem... igen. Tehát kevésbé volt fontos a jegybevétel, mint az, hogy a svédek kevesebbet pihenhessenek, mint mi. Gondolom én. De a nézők szempontjából, tehát hogyha én megveszem a jegyet egy Magyarország-Kamerun meccse, és utána kiderül egy nappal a mérkőzés előtt, hogy ez egy Magyarország-Nagy-Britannia lesz, akkor visszaváltanám szerintem. Most nem tudom, hogy erre itt volt-e hát, ha csak nem lehetőség. a magyarok miatt mész ki. Hát de hát hiába, tehát ez semmi, hát akkor edzés sem nem én látod járulok. A kameruni kedvenceidet? A kamerun, hogy is hívták a lányt, akit fel akartunk tenni a borítóra, és nem a fekete lovag volt? Na látod, ki emlékszik már rá. Így múlik el a világ dicsősége. Na Na mindegy, szóval én szerintem ilyen körülmények között a svédeket legalább meg kell szorítanunk erősen. Hát reméljük, hogy még akár ennél több is kijöhet belőle. Minden esetre köszönjük szépen nektek már a figyelmet. Mindenképpen tartsatok velünk, akkor ugye holnap is, holnap ugye 6-kor van a Svédország-Magyarország találkozó, tehát kb. Ilyen 19 óra 40-45 környéken
már itt leszünk, és akkor vasárnap pedig a Magyarország-Japán találkozót követően találkozunk, úgyhogy ma még Viktort, ha valaki szereti a labdarúgást, mindenképpen kövesse figyelemmel, mert a harmadik szerepvállalás lesz ezen a napon. A fotelmenedzserek és a kézi sipszó után úgy tudom, hogy a Liverpool-Atalanta mérkőzés követően is ódákat zenkett Szoboszlai Dominikról, jól tudom? Igen, nagyon jól tud az angol is. Itt leszel. Ő fáradhatatlan. Úgyhogy akartam mondani, Olyan, hogy mint a bitek. nagyon jól bírod a terhelés, de reméljük, hogy azért a Svédország japán mérkőzést is közben meg tudod nézni, bírni fogna. Ja, a szemed, Viktor? Igen, már most kacsingatok a tévé felé. Sőt, lehet, hogy belenézek valamelyik másik selejtezős meccsbe, mert ugye nem csak ezt a selejtezőt játsszák most, hanem a többi csoportot is, és szerintem még az is elképzelhető, hogy a Magyarország-Nagy-Britannia meccsnél nagyobb izgalmak várnak máshol az emberre. Na gyerekek, küldjetek lájkot mindenképpen, mert ez a lányoknak szól, ez ilyen biztató lájk, és akkor találkozunk holnap este. Mindenkinek kellemes estét kívánunk, és hajrá magyarok, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!